Erre nem kerül sor. Azt gondolom, hogy nem ez a cél, hanem az a cél, hogy megvédjük a családokat a magasabb energiaáraktól, és ez idáig sikerült is. Mi árstopokban hiszünk, és az árstopoknak a fenntartásában hiszünk, és addig, amíg lehet, fönn is fogjuk tartani őket. Háborús infláció van, ezzel szembe kell nézni. Ugyanakkor nem szabad minden esetben ezeket az áremelkedéseket vagy ársokokat a családokra önteni, hanem pont ezekben az alapvető termékkörökben, mint üzemanyag, energia, tehát gáz és villany, élelmiszer és a hitelek esetén védelmet kell adni, meg kell védeni őket ezektől az ársokoktól.